Köszöntjük a Zenedoboz nézőit. Mai alkalommal a billentyűs hangszerekről szeretnék beszélni. A leghíresebb, a legnagyobb billentyűs hangszer az orgona, amelyiket nem véletlenül a hangszerek királynőjének nevezünk. Elsősorban azért, mert tulajdonképpen mindenre képes. A romantikus korszakra alakul ki az a hatalmas orgona dimenzió, amelyet hát a legtöbb hangversenyteremből ismerünk. Mi azért egy olyan orgonadarabot mutatnánk meg, amely tulajdonképpen az orgona irodalom egyik leghíresebb, legjellegzetesebb alkotása. Bach leghíresebb orgonaművéről van szó, a D-moll tokkáta és fúgából hallgatjuk a tokkátát. Évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb billentyűs hangszer a csembaló, illetve annak rokornai. Ennek a hangszernek a megszólaltatása már egy viszonylag direkt mechanikai kapcsolat a billentyű leütésével, egy toll vagy ehhez hasonló eszköz megpengeti a húrokat. A csembaló egy igen fontos hangszerben nagyon sokáig a kamarazenében a különböző hangszerek közötti, ha szabad így fogalmazni, zenei teret tölti ki. Nem szóló hangszerként van legtöbbször jelen a zenében, hanem ahogy nevezzük szaknyelven, kontinuóként van jelen, de természetesen a reneszánsz korszakba és különösen a barokk korszakra önálló fontos szólóhangszeré is válik a csembaló. A billentyűs hangszereknek egyre nagyobb irodalma születik. Egy még viszonylag korai barokk művet mutatnánk meg, ami azért már jól mutatja azt az igényét a zenének, hogy kihasználjuk a hangszer adottságait. Purcell egy csembaló művét halljuk, amelyik egy jellegzetes zenei forma, a sákon, egy visszatérő, állandóan jelenlévő dallam variációi. Ennek a műnek egy részletét hallgassák most meg. Thank you.
billentyűs hangszerek legnagyobbika és máig legfontosabb hangszere a zongora, amely valamikor a 18. században nyeri el a mai alakját különböző átalakuláson. Először piánofortének nevezik, amely elsősorban azt a képességét nevezi meg, hogy képes hangosan és halkan is játszani. Nagyon népszerű alkotást mutatnánk meg, Mozart török indulóját, persze ha már lúd legyen kövér, egy olyan felvételét, amely korunk egyik legnagyobb virtuóza, Arkadi Vologyosz saját feldolgozásába halljuk, amely ennek a nagyon egyszerű, nagyon könnyed játékos darabnak egy egészen pazar, brilliáns feldolgozását mutatja meg. A zongora játék elsajátításának nélkülözhetetlen eszköze az etűd, amely természetesen a kezünk ügyességét igyekszik megteremteni, és persze még mai napig is születnek etüdök, éppen Havasi Balázs, aki az egyik legnépszerűbb zongoraművészek egyike ma Magyarországon, ő is rengeteg etüdöt írt azért, elsősorban fiataloknak tanulmányi célból. Egy ilyen etüdöt mutatunk meg, amely talán sokaknak kedvet ad a zenetanuláshoz. Természetesen minden hangszernek, hangszer irodalmának és művészetének az egyik megkoronázása, amikor egy nagy zenekarral együtt játszik, amikor szembeáll egy nagy zenekarral, amikor a hangszer sajátossága, zeneisége, virtuózitása, ha úgy tetszik, kiemelkedik egy amúgy is lényeges és monumentális zenei környezetből. A versenyművek az zongora esetében is az irodalom legfontosabb darabjai közé tartoznak, itt is talán célszerű a leghíresebb zongora versenyek egyikét idézni, Csajkovszki bémol zongora versenyét, amely valóban a zongora irodalom, a zongora virtuózitásának és a közönség számára is egy elkápráztató zenei élménynek az egyik legtipikusabb példája.